Tisztelendő pap testvérek, Krisztusban szeretett testvéreim, egy fiatal ember kérte tőlem, hogy ha ő a nem hívő barátjaival vitatkozik, arra az esetre mondjak én neki egy olyan ütős érvet, hogy azok rögtön elfogadják az Isten hitet, mi több megtérnek. Ha ilyen lehetne, hogy valakit sarokba lehetne szorítani azonnal, vagy esetleg úgy lehetne meggyőzni, hogy fizetünk neki, és ezt Istenre vonatkoztatjuk, akkor egyrészt Isten nem adna szabadságot nekünk, nem lenne hozzánk szeretettel, és túl hasznos lenne ahhoz, hogy Isten legyen. Az ő jelei nem a mi logikánk szerintiek. A mostani evangéliumi szakasz, amely Jézus születését adja hírül a pásztoroknak, olyas valamit mond, ami teljesen hétköznapi. Kisdedet találtok bepójálva, jászolba fektetve. Ez lesz a jel. De minek a jele? Annak, hogy a várva várt messiás megérkezett. A régi korok emberének sokkal nagyobb érzéke volt a jelképekre, és több gondolatot ki tudtak bontani egy-egy eseményből, mint a mai csak hasznossági és racionális módon gondolkodó ember. Sokat elmélkedtek az egyes eseményeken, erre is való volt még az írástudatlan embereknek is, az úgynevezett Biblia Pauperum, a templom oldalára fölfestett kép, történetesen a jászol, a betlehemi barlang, mert azt tovább gondolták. Abban egyszerre volt teológia, művészet és költészet is. És hát így voltak a régi korok embere Jézus születésével. Gondoljuk meg, hogy hányféle formában festették meg a betlehemi jelenetet. Belevitték a maguk korát. Ott van a háttérben az egykori vár, az a viselet, amiben ők éltek, és ugyanakkor ott vannak az angyalok, és ott van az a méhítő pásztor, aki letérdel a kisded előtt. Most került kezembe Lorenzo Lorettónak, egy reneszánsz festőnek a képe, Imádás az a címe, úgy ábrázolja a betlehemi jelenetet, hogy oda mennek a pásztorok, visznek egy bárányt, a bárány egész közel hajol Jézushoz, és a kisgyerek simogatja a báránynak a fejét. Csak hogy ők már belelátták azt, ami az egész evangélium tanításából kiszűrődik, hogy ő lesz az a bárány, akire rámutatott keresztelő Szent János, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Az akkori esemény és a későbbi jó hír egybeolvadt. És ugyanígy elgondolkodtak még a szavakon is, miután a Betlehem szó a népies etimológia
az a szó magyarázat szerint annyit jelent, mint kenyérháza. Szent Ágoston azonosítja az etető jászlat az Isten asztalával, hogy ott a kenyérházában megszületik az örök életnek a kenyere. Szóval maga Jézus mondja, én vagyok az élet kenyere. Különösen így, amikor az eukarisztikus kongresszusra készülünk, akkor ki kell domborítanunk az eukarisztiának a Betlehemet, az utolsó vacsorát, a föltámadást összekötő szentségét. Mert ez az élet kenyere nem a földi élethez adja a segítséget, táplálékot, hanem az örök élethez. Mert annélkül az emberi élet nagyon torzó, annélkül lehetne azt mondani, hogy sziszifuszi küzdelem, élünk, dolgozunk, küzdünk, aztán visszatekintünk életünk alkonyán, hogy mire is való volt mindez. Ha nincs örök élet, akkor szinte megsemmisítő érzésünk van, hogy érvénytelenné teszi azokat a küzdelmeket, amit megvívtunk, ha egyszer az elmúlással a semmi következik. De ő az élet kenyere, ami már ekkor fölcsillan a betlehemi istálóban. Karácsony ünnepéhez az évszázadok, de mondhatjuk, hogy most már az évezredek során sok minden hozzákapcsolódott. Az ember inkulturáltá tette, belevitte a maga gondolkodásába, a maga életformájába, ami önmagában nem is lenne rossz. De a gond akkor kezdődik, amikor ez elüzletélyesedik. Márpedig a karácsony az üzenet, és nem üzlet. És a szeretet sem lehet az. Sokszor hallom, hogy tapasztalom is, hogy a nagyszülő mindenért fizet az unokának. Ha elmegy neki a boltba, ha bár mit csinál, akkor dugdos neki valami pénzt. Szoktuk mondani, hogy hát így rontják meg a gyereket. De ugyanakkor azt is lehet mondani, hogy a hiteltelenné vált szeretetnek lesz ez a forrása. Az Isten ingyenesen és előbb szeretett bennünket. Ez a karácsonynak az egyik üzenete, a megváltás és az Isten szeretete. Talán a legszebb mondata a Szentírásnak, amit Jézus mond Nikodémusnak, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ott egy olyan igét használ, ami folyamatos, hogy volt egy egyszeri üdvtörténeti esemény, de ahogy az Isten örökké fönntartja a világot és kormányozza, ugyanúgy az üdvtörténeti tette az állandósul. Így van karácsonynak állandósult üzenete. És ha visszatérünk az eukarisztia és Betlehem gondolatához, akkor azt mondhatjuk, hogy végül is minden templom, ahol bemutatják a Szent Misét, Betlehemmé válhat. Megélhetjük a csodát,
Jézus Krisztus közénk jön, szeretetével és azzal az üzenettel, hogy Isten szeret bennünket, s vissza akar vinni az atyai házba. Ezért ez az ünnep karácsonynak a maga mélysége, az valójában titok is marad, mert mindig benne van az Isten gondviselése, az Isten emberi gondolkodást fölülmúló gondolata, Isten bölcsessége, amihez a miénk nem ér föl, és sokszor át sem látja. Ezért a karácsonyban mindig ámulnunk is kell, hogy ebben a mérhetetlen világegyetemben, aminek méreteiről azt hiszem, még a csillagászoknak is csak sejtései vannak, ezen a kis bolygón megszületik az Isten fia, szegényen, kivetetten, és elhozza a végtelen Isten üzenetét és szeretetét. Ezt fölfogni emberi ésszel nem tudjuk, de csodálni igen, és ezért hálát is tudunk adni. Majd pedig úgy, mint a betlehemi pásztorok, a hálát dicsőítésre váltva magasztalnunk kell Istent azért, hogy elküldte fiát közénk, egy lett közöttünk, vállalta sorsunkat, jó hírt hozott, és ez a jó hír nem múlik el. Ez nem válik remittendává, mint a tennapi vagy tennap előtti újság, hanem mindig időszerű, mert az ember örökké vágyik a szeretetre, és a nagy cél, az örök élet, az az egyetlen, amire várni és benne remélni mindig érdemes. Így legyen mostani ünneplésünk is, az álmékodással, hálaadással összekötött dicsőítés Istennek, aki értünk emberré lett. Amen.